barátsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli. Hát kijött egy olyan adat a KSH-tól, amire azért mindenki először így felvonta legalábbis a szemöldökét, de még a legnyugodtabbak is az elemzők közül. 32%-kal nőttek az átlagkeresetek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Aztán, hogy az ember egy kicsit közelebbről megvizsgált, akkor rájött, hogy ja, hát azért nem erről van szó. Németh Dávid, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője elmondja majd, hogy szervusz Dávid, jó reggelt, hogy te mit gondoltál, amikor megláttad ezt a számot? Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát amikor így kijött ez az adat, akkor az én is meglepődtem, mert valahol tudtuk, hogy lesz ez a, ugye, fegyverpénznek hívott dolog, ami majd torzítja a statisztikát, de úgy hirtelen, amikor meglátja az ember a 30 pluszos adatot, akkor azért sokkolódik, hogy mi a franc történt, mert hogy nehéz elképzelni, hogy egy ilyen viszonylag szűk körnek, ugye itt körülbelül rendvédelmi szervek, pénzügyőrök, honvédségről beszélünk, akik kapnak ilyen pénzt, vagy kaptak fél évnyi bónuszt, hogy ez a körülbelül 70-80 ezer embernek a egyszeri juttatása ennyire az egész nemzetgazdaságnak a fizetését, átlag fizetését, és ugye ilyenkor mindjárt beszélhetünk is róla, hogy mennyire az átlag fizetés, mint mutató, hogy ennyire torzítja az adatsorunkat, és innentől fogva ez azért is van, mert szoktunk olyanokat is nézni, hogy akkor hogy alakulhat az évben a fogyasztás, mert hogy a nettó reálkeresetek azok a fogyasztási bázis. Ha látunk egy ilyen számot a statisztikában, akkor azt mondhatnánk, hogy hú, hát itt... Hát semmi gond. 8%-os infláció, 32%-os átlagkereset, kérem szépen. 20% fölötti nettó reálkereset. Csodálatos. Növekedés. Csodálatos. Hát, óriási fogyasztási boom jöhet. De hát sajnos nem. Ez a fegyverpénz, ez kb. 17-18% pontot adott hozzá az átlag bérnövekedéséhez. Mert hogy itt 700%-os havi bérnövekedésről beszélünk, az előző év adózós időszakához képest, és ezzel a 3.200.000-es alkalmazásban állók, ugye ez a bázis, amit vizsgál a KSH-ből, ezt a 80.000-et, ha megnézzük, akkor ezzel a súlyal, ez a 700%-os növekedés kb. Ezt a 17-18% pontot adja hozzá a bér növekedéshez. Jó, hát akkor... Ez a fő indok, de azért volt... Ha ezt levesszük, akkor mi történt? Akkor mennyivel akkor erősödött? Akkor inkább ez a tizen, körülbelül átlagban olyan 10-14% közöttiek voltak leginkább a bérnövekedések. Uh-huh. Még egy nagy kiemelkedő szektor van, az a humán egészségügyellátás, ahol 30% fölötti. Itt mellindult egy bérfejlesztés a tavalyi évben, és hát ez az, ami nyomja fölfelé ebben a szektorban a béreket, illetve... Hát jól lehet ezekkel a számokkal roadshowzni, én azt mondom, de hogyha kicsit minden mást megnézzünk, ami makrogazdaságnak történik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát éppen hogy elégséges, vagy még az sem. Hát igen, itt meg kell nézni azt, hogy például az inflációnál, amikor most arról beszélünk, hogy 8,5%-kal, ott is ugye az átlagos infláció növekedés év per év alapon, hogy csak az élelmiszereket vesszük ki belőle, ahol 13-14%-os volt már a legutóbbi adat is egy év alatt, úgyhogy az üzemanyagnál ott ugye most egyelőre a bérstopp az megfogja, de hát, vagy az árstopp megfogja, de ott is azért év per év alapon még növekedés volt megfigyelhető. Az iparcikkeknél ott még nagyban felszaladóban van, de ott is már jóval meghaladja az infláció a szolgáltató szektornak az inflációját, tehát ott is most már kétszámjegyű növekedéseket kezdünk tapasztalni egyre több területen. Sőt, tehát hogyha az egész fogyasztói kosarat nézzük, akkor már, ha jól tudom, akkor ilyen 30%-a a fogyasztói kosárnak az 10% fölötti árnövekedést mutat, és alig van olyan, ami 5% alatti. Tehát egyre nagyobb és szélesebb körben érződik az, hogy itt kétszámjegyű inflációs mutató alakult ki. Tehát ha ahhoz képest nézzük, akkor nagyjából
olyan nulla körüli a nettó reálbér növekedés. Ez nagyon jó. 32%-ról hamar eljutunk a nullára. És na akkor... de itt a kérdés a következő időszak, mert ugye az elmúlt években folyamatosan brutális reálbér növekedés volt. És térjünk is erre, és rá, ennek csak, most van vége. Csak határozzuk meg először, hogy, a, hogy az átlag bér és a medián bér az miért különbözik, és hogy miért érdekes statisztikailag inkább azt figyelni, hogy, hogy mennyi lehet a valós kereset, medián kereset. Igen, ugye az átlagbér az összeadja az összes keresetet, és elosztja azzal a ember tömeggel, ahányan dolgoznak, míg a mediánbér megnézi, a, hogy a pont a fele a társadalomnak, a felénél mennyi a bér, uh-huh. amit kapnak, és akkor a mediánbér alatt 50% a népességnek, vagy a dolgozóknak keres, és a mediánbér felett is 50%, és hát a kettő között azért elég jelentős, ilyen közel 100 000 forintos különbség van. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a normál időszakban ugye a mediánbér az mondjuk 450 000 bruttó, vagy 440, vagy az átlagbér, akkor a mediánbér az inkább ilyen 400, bocsánat, az 340 körül van. Csak most ez eltorzította, és az átlagbért, ugye ahogy beszéltük, ez még inkább felhúzta, és emiatt most 540 ezer volt a... Oké, de ez a torzadat, ha ezt megtisztítjük, igen, de... akkor mennyi lett végül is az átlagbér? Hát akkor inkább ilyen 440 bruttó körül és van. És a medián az ilyen 340 körül van, bruttó. Hát ez még inkább a körül, igen, igen, igen. Tehát ennél 340 ezer forint sokan... bruttó, ami a magyar lakosságnak körülbelül az 50%-a annyit vagy annál kevesebbet keres. Ez így van sajnos, igen. Na és hogy lesz az a reálbér történet? Az elmúlt években ugye azért a fogyasztás bővüléshez is jócskán hozzájárult, hogy a bérek jóval nagyobb ütemben emelkedtek, mint a, mi, amilyen inflációt láttunk. Most közelítjük a nullát, ahogy azt az imént beszéltük. Átjöhet a negatív reálbérnövekedés, tehát az infláció fölzabálja a bérnövekedést, mire számít ezt a következő időszakban, mondjuk a következő másfél évben? Hát egyelőre még nem számítok arra, hogy negatív lesz, hanem arra, hogy ez a nulla picit pluszos talán meg tud maradni. Az első, a fő kérdés az az, hogy mennyire fog belassulni a gazdaság, és hogyan fog ezáltal alakulni a munkaerőpiaci kereslet. Egyelőre még mindig azt látjuk, hogy mindemellett a foglalkoztatottak száma az nagyon magas, és munkaerőhiány van. Tehát amíg ez az állapot fönt van, addig azért van egy bérfejlesztési nyomás, illetve hogyha, hát itt jön be a képbe az, hogy a hogy milyen szektorokat fog esetleg érinteni a lassulás. Tehát például az építőipar, ami részben húzza fölfelé egyébként szintén a bérstatisztikát, mert a 15% fölötti vagy a körüli a bérnövekedés. Például, hogyha az építőiparban egy masszív lassulás bekövetkezik, mert nagyon drága az alapanyag, nagyon sokára lesz kivitelezés, mondjuk az állam is kénytelen visszavágni a beruházásait, mert a költségvetést ki kell igazítania. Ott például akkor elképzelhető, hogy ez a nagyon túlkeresletes piac egy egyensúlyba kerül át, és akkor már nem lesz ekkora bértömegfejlesztés ott se. Úgyhogy vannak olyan kockázatok, amik azt mutatják, hogy átfordulhat negatívba, csak ez az kell, vagy akkor azt fogjuk látni, hogy a munkaerő piacon egy munkanélküliség növekedés indul el. Nem gondolom azt, hogy itt most 6-7-8%-os munkanélküliségi ráták visszajönnének, de ez a 3%-hoz közeli, vagy 4% alatti szintek akkor megszűnnének, és elkezd egy picit növekedni, és akkor ezáltal ez a bérnyomás, ez némiképp enyhülhet, vagy enyhülne. És hát ez ilyen szempontból rossz, mert elindul akkor egy ilyen önbe teljesítő folyamat, hogy akkor már a belső kereslet, ami most éppen húzza még a gazdasági növekedést, akkor az is romlik. Például, hogyha megnézzük a vendéglátó szektorban a bérnövekedést, ott egy 20%-os bővérést láthatunk. Persze itt egyből hozzátehetjük, hogy hát igen, mert a minimálbért meg a garantált bérminumot körülbelül ilyen mértékben emelték, és biztos nagyon sokan erre vannak itt bejelentve, és ezt húzta fölfelé ennek a szektornak a bérnövekedését, de hogyha ott is elkezd kiesni a kereslet, és az emberek nem tudnak annyit étterembe járni, meg szállodákba járni, akkor ebben a szektorban is egy alacsonyabb bérnövekedés valósulna meg.
Gyors kérdés, volt tegnap kamatemelés, de ez megfelelt nagyjából, sőt, majd teljesen a várakozásoknak. Ugye ott volt valami látnivaló, vagy valami izgalom? Hát az izgalom az volt, hogy a jegybank ismét a kormánynak elkezd dolgozni. Ugye, igen, ez a következő kérdés lett volna. Megjelent Matolcsy György, aki nem szokott megjelenni, és fontosnak tartott elmondani a kormánynak a fiskális politikai, ami elvileg nem a jegybanknak a feladata. Erre vártunk, tehát ezt sejtettük, amikor megjelent az, hogy Matolcsy György lesz, hogy akkor biztos valami fiskális politikát érintő téma előkerül megint a jegybank részéről, illetve az, hogy hát természetesen a új kormánnyal is együtt dolgoznak, és próbálnak ötleteket adni. Úgyhogy... Ez eddig is volt, csak nem nagyon vették figyelembe. Hát részben azért a innovációs minisztérium használhat ezeket az anyagokat, de igen, hát itt a költségvetési kiigazítás azt megint elkezdte bírálni a jegybank, hogy nagyon fontos lenne, hogy a költségvetési egyensúly helyreálljon. Úgyhogy ez volt egy ilyen újdonság, meg azok a elemek, amiket kiemeltek, hogy mire fognak figyelni a monetáris tanács döntései során. Ugye ez a fiskális egyensúly, a folyófizetési mérleg, hogy az EU-s forrásokkal mi történik, de azért ez egy nagyon fontos elem, hogy az EU-s tárgyalások hogyan fejlődnek, hogyan alakulnak, és hát természetesen a külső környezet, mint kockázati faktor, és hát az inflációnak a inflációs kilátások alakulása, úgyhogy így egy picit próbáltak irányt mutatni, hogy mik azok a főbb elemek, amire most figyelnünk kell a következő hónapokban, negyed években. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát neked is. Nektek is szép napot, sziasztok! Német Dáviddal. Igen, beszélgettünk a KNH bank vezető makrogazdasági elemzőjével. Hát belefér még egy-két üzenet. Ez a megdöbbentő stat volt ugye a 32%-os átlagbér növekedésről, amiről kiderült, hogy valójában nulla. De ez a két véglet tényleg az, ami jellemző. Egy-két szakis történet még jöhet gyorsan. Azt mondja. Velünk megtörtént komplett házfelújítás 3/4-nél. Feltettük a kérdést. Most őszintén, ugye te nem is vagy végzett kőműves? Nem. Ilyen is van. Mester csinált nálunk valamit, ami műszakilag szerintem is nehéz lett volna tökéletesen összehozni. Mondtam is neki, hogy én átvenném így, de ha meglátja a feleségem, leövölti a fejed. Szó nélkül visszabontotta és megcsinálta rendesen. Ahóta többször is alkalmaztam ezt a módszert. Nagyon jól. Nem gondoltam volna. És a szemorvosnál, hát van, akire sarokházat hagy az édesapja, sajnos önre a rossz szemeit. Ez se rossz duma. Na mindegy, jöhetnek még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.